Love World hírek. Egy este az igével. Amikor Isten feltámasztotta Jézust a halálból, az ő jobbjára ültette Jézust. Amikor azt mondod, ez az ember a jobb kezem, mit értesz alatta? Az, hogy ő az az ember, aki képvisel téged, akinek odaadtam a tekintélyemet. Jézus az Atya jobbján ül, nem a jobb oldalán. A jobb oldal földrajzi elhelyezkedés, az Atya jobbja pedig a hatalom helye. Amelyet megmutatott a Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Legközelebb. Legközelebb, ha álmodban látsz egy démont, még csak ne is szólítsd meg, csak hagyd figyelmen kívül. Tudjátok, elmondok valamit, mert a démonok nagyon büszkék. És a figyelmen kívül hagyjuk őket, az megörjíti őket. De annak ellenére, hogy megőrülnek, nem tehetnek semmit. És nézzük meg, hol vagyunk mi. Nézzük meg valamit. Nézzük meg, hol vagyunk mi. Nézzük meg. Messze felül minden fejedelemségen, és hatalmasságon, és erőn, és urasságon, és minden néven, amely nevezhetik nem csak a világon, hanem a következendőkben is. De amikor nem tudod ezt, keresztényként, amikor nem tudod ezt, azt mondod, imádkozz értem, mert az ördög bánt engem. Ez túl sok, túl sok. Mit csinál az ördög? Nyomást helyez rád. Mert nem ismered az igazságot. Nem tudod, hogy ki vagy te. És nem tudod, hogy hol tartózkodsz. Nem tudod, hogy mit birtokolsz. De amikor felismered, testvérem, dicsőség Istennek. Tudjátok, kisgyermekként, amikor gyerek voltam, az életem tele volt félelemmel. Ó, nagyon féltem. Féltem a sötét helyektől, féltem a jövőtől, féltem a történetektől, hallottam a madarakról, amelyik ilyen hangot ad ki. Féltem! Azt mondták, az a madár egy boszorkány. Szóval féltem tőle. Hallottam boszorkányokról és varázslókról is, mindenjuktól féltem. Nagyon meg voltam ijedve. De amikor vettem a Szent Szellemet, ajjajjáj! A félelem örökre megszűnt. Örökre. Még csak meg sem ijedek. Nem, semmi nem ráz meg. Semmi. A félelem eloszlott. Örökre eltűnt. Soha nem jön vissza. Mert rájöttem, a Szent Szellem által rájöttem, hogy együtt feltámasztottam Krisztussal. Rájöttem, hogy amikor Isten feltámasztotta őt a halálból, nem egyedül támadt fel. Feltámadtam együtt ő vele. Rájöttem, hogy amikor Isten a saját jobbjára ültette Jézust a mennyben, én is oda ültettem együtt ő vele. És hol van ez a hely? Messze felül. Figyeljetek! A közel felette is már elég jó lenne. Mert az is még mindig felette lenne, de messze felül! Azt mondtam, hol van most az ördög? Hol van most az ördög? Halleluja! Tudjátok, amikor felismertem ezt az igazságot, köszönöm, helyet foglalhattok. Azt mondtam, alig várom, hogy kiűzzem az ördögöket. Egy este az igével. Love World hírek.